Ebben a mostani videóban az elektrolitokról, az elektrolit pótlásról lesz szó. Üdvözöllek itt Ügyei Szabolcs Zoárt. A legfőbb elektrolitok a nátrium, a kálium, a klorid, a magnézium, a kalcium, de a foszfor és a bikarbonát is elektrolitok a testünkben. Ebben a videóban a négy fő elektrolitról fogok beszélni, a nátriumról, a káliumról, a magnéziumról és a kalciumról. Az első kulcsfontosságú elektrolit a nátrium, melyről a legfontosabb, talán a legfontosabb tudnivaló, hogy a természetben kevés zöldségnek vagy gyümölcsnek magas a nátrium tartalma. Tehát elsősorban a modern feldolgozott ételekben találunk nátriumot, a nátriumklorid formában, azaz valódi sót. Kulcsfontosságú, hogy sózni mindig nátriumkloriddal sózunk, és ne káliumkloriddal, mert egyébként felborul teljesen a nátrium-kálium egyensúly a testünkben, hiszen a természetben származó ételekben, ahogy az előbb említettem, kevés a nátrium. Amikor sót vásárolsz, nézd meg mindig a csomagolásán, hogy az nátrium vagy kálium kloride, mert nagyon nem mindegy. A boltban lévő sok többségében sajnos kálium-klorid van. A nátrium legfőbb feladata a folyadék megtartása a testünkben, fontos szerepe van az izmok és az idegek működésében, javít az inzulin érzékenységen, fokozza a szív védelmét és hatásával van az LDL-koleszterin egyensúlyára is. Ha túl sok vizet iszunk, vagy hosszú ideig túlzottan izzadunk, azzal kimossuk, kiizzadjuk a nátriumot a testünkből, ami egy életveszélyes állapotot hoz létre a szervezetünkben, ugye ebben már sok sportoló is belehalt a pályán. A nátrium hiány jelei a szédülés, az étvágytalanság, az izomgörcs, a hányinger, fejfájás, a szájszárasság, az alacsony vérnyomás, a gyengeség, a fáradtság. A nátriumot a patikai tisztaságú, azaz 99% feletti nátriumkloridot tartalmazó só használatával tudod pótolni a legegyszerűbben. Más szóval egyszerűen csak sóznod kell valódi sóval. A következő, a második kulcsfontosságú elektrolit a kálium, melyről talán a legfontosabb tudnivaló, hogy napi 3-4000 mg bevitelére van szükségünk, illetve hogy a magas szénhidrát tartalmú ételek fokozottan emelik a testünk kálium igényét. Tehát ha sok édességet, cukrot, kenyeret, tésztát, fehér rizst, süteményeket fogyasztasz, úgy a kálium készleteid gyorsan kiürülnek, és akár ennél nagyobb mennyiségű káliumra is szükséged lehet. Addig, ameddig a nátrium nagy része a sejteken kívül van, a káliumnak több mint 97% a sejteken belül található, így fő feladata a sejten belüli tér megtartása. A kálium vérnyomás csökkentő, stroke megelőző, szükséges az izom szintézishez, azaz a izom növekedéshez, és fontos szerepe van a hidrogénklorid, azaz a gyomorsav termelődésében is, tehát ha gyenge a gyomorsavat, ha emésztőrendszeri gondjaid vannak, annak hátterében állhat alacsony kálium szint is. A káliumra szükség van a vércukorszint szabályozásához, számos enzim működéséhez, és segíthet csökkenteni a fájdalmakat reumatoid artritis esetén. A kálium hiány jelei a fáradékonyság, a székrekedés, hányinger, a görcsök, az erős cukor iránti vágy, a szívritmus zavarok, az izomgyengeség és a légzési problémák. A kálium pótlására a legjobb ételek a zöld színű zöldségeknek a többsége, céklazöldje, spenót, kelbimbó, az avokádó és az édes burgonya. A harmadik kulcsfontosságú elektrolit a magnézium, melyről talán a legfontosabb tudnivalónk, hogy a hatékony magnézium pótláshoz ajánlott többféle kötésben lévő magnéziumot bevenni készítmény formában egyszerre. Ez azért van így, mert például az agy vagy az izmok számára más-másféle kötésben, formában lévő magnézium tud hasznos lenni, illetve együtt hosszabban és komplexebben tudják kifejteni hatásaikat. Tehát ha elektrolit tartalmú készítményt vagy magnézium készítményt szedsz, ajánlott olyat keresni, amelyben minél többféle magnézium van benne. Jó magnézium források a tökmag, a spenót, a mángold, a mandula, az avokádó és a csokoládé. A magnézium hiány jelei a gyenge izmok, az ingerlékenység, a szabálytalan szívverés, a szemhéj rángatózása, a fejfájás és a hangulatzavarok is, hangulatváltozások. A magnézium kulcs szerepet játszik az energiatermelésben, tehát ha alacsony a szintje, az egyik leghamarabb jelentkező tünet, az a
fáradékonyság. A magnézium nagy része a testünkben a csontokban tárolódik, és több mint 300 enzim működéséhez szükséges. Elsősorban olyanokhoz, amelyek a felépítési folyamatokban játszanak szerepet, tehát például a fehérjéknek a felépítésében. Magnéziumra szükség van a csontok, a szív- és érrendszer egészségi állapotának megtartásához, segít a D-vitamin és a B1-vitamin felszívódásán, illetve kulcsfontosságú a kálcium egyensúlyban tartásához is. A negyedik kulcsfontosságú pedig a elektrolit a kálcium, amelyről talán a legfontosabb tudnivaló, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen kötésűt, azaz milyen formában lévő kálciumot viszünk be. Sok étrend kiegészítőben, illetve az ásványvizekben is kálciumkarbonát van, ami nem más, mint oldott kő. A köveket ugye nem esszük meg, akkor miért innánk meg őket? Leegyszerűsítve az ásványvizekben, az ásványanyagok úgy kerülnek bele, hogy a víz folyásával beleoldódnak a kövekből, a talajból. A szervetlen ásványanyagokat, amelyek a földben, a kövekben vannak, a növények tudják az emberi és állati szervezet számára hasznosíthatóvá tenni. Az ásványvizek fogyasztásával rengeteg kárt lehet okozni a testben, mert olyan kálciumot viszünk be, amivel a testünk nem tud mit kezdeni, csak nagyon alacsony hatásfokkal tudja hasznosítani. A kálciumot a legjobb élő ételekkel pótolni, például jó kálciumforrások a keményebb sajtok, a natúrjoghurt, a konzervhalak, a mák, a szezámmag, a csiamag, a zeller, a brokkoli, a leveles kell. Étrendkiegészítők esetén pedig a legjobb azokat választani, amelyekben a kálcium a következő kötésekben van, kálciumcitrát, kálciumlaktát és kálciumglükonát. Ha kálcium hiány jelei a görcsök a lábakban, az izomfájdalmak, rángatózó szem, az ingerlékenység, a depresszió, az alvászavarok, a gyengülő gyenge csontok és fogak. A kálcium részt vesz a vérnyomás és a koleszterin csökkentésében, kulcs szerepe van a sejtek közötti kommunikációban, így ha megfelelő mennyiség van belőle, csökken a daganatos betegségek kockázata. Továbbá rendkívül fontos a csontok egészségéhez is, illetve az izmok összehúzódásához és a véralvadáshoz is. Amikor valamelyik elektrolit hiányzik a testünkből, ne az legyen az első gondolat, hogy azonnal pótoljuk, hanem először tegyük fel a kérdést, hogy vajon miért alakulhatott ki a hiánya. Nézzük most meg, hogy a négy elektrolit esetében miért alakulhatnak ki belőlük hiány. A nátrium hiányát okozhatják egyes gyógyszerek, például a vízhajtók, az antidepresszánsok és egyes fájdalomcsillapítók, de létrejöhet daganatos betegség, illetve jelentős vérveszteség miatt is. Az izzadsággal is sok nátriumot veszítünk, tehát a túlintenzív edzések során is jelentkezhet nátrium hiány, illetve okozhatja mellékvese működési rendellenesség, vagy az alulműködő pajzsmirigy is. A vesekárosodás, májzsugorodás, hasmenés is okozhat alacsony nátrium szintet. A kálium hiánya mögött, ahogy említettem az elején, állhat a túl sok szénhidrátbevitel, ez a leggyakoribb oka a kálium hiányának a testünkben. Sok káliumot veszítünk a vízhajtókkal is, kálium hiányt okozhat a túl sok alkohol, egyes vesebetegségek, a hasmenés, a hányás, egyes antibiotikumok, és az egyik legnagyobb káliumfogyasztó az a kortizol hormon, azaz a stressz. A magnézium hiányát is a legtöbbször a túl sok szénhidrátbevitel idézi elő, tehát a gabonaételek, a cukor, a sütemények, a chipsek, a burgonya, a fehér is, a tészták, rengeteg magnéziumot és káliumot használnak el a testünkben. Gyakran áll gyenge gyomorsav is az alacsony magnézium szint hátterében, tehát nem elég savas a gyomrunk. Ilyenkor a megoldás a szüretlen almaecet fogyasztása minden étkezés előtt, illetve akkor is, amikor a magnéziumot pótolod étrendkiegészítővel. Továbbá segíthet az emésztőenzim szedése is, illetve az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka. A vízhajtók magnézium hiányhoz is vezethetnek, illetve magnézium hiány jöhet létre a túl sok alkohol bevitelétől, cukorbetegség esetén és gyulladásos bélbetegségek alatt is. A kálcium hiánya mögött a legtöbb esetben a gyenge gyomorsav áll, tehát az emésztőrendszeret pH értéke vagy gyomrod pH értéke lugos irányba mozdult el. Ilyenkor az ételek nem bomlanak rendesen a gyomorban, és a kálcium nem tud felszívódni. Ilyenkor is a megoldás a magnéziumnál említett javaslat, a gyomorsav erősítése, okozhat kálciumhiányt a mellékpajzsmirigy hormon hiánya, D-vitamin hiány, magas stressz szint, a vesekárosodás, egyes bélbetegségek,
a heveny hasnyálmirigy gyulladás és a gyógyszerek közül a hashajtók, illetve egyes epilepszia ellenes szerek is. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma, kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra, nátriummal, a káliummal, magnéziummal, kálciummal kapcsolatban. Írd meg a hozzászólásokba, mert így másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!